Szeretettel köszöntöm Kárász Esztert és Hazai Tímeát. A mai témánk egy kicsit kapcsolódni fog az adventi várakozáshoz, és egy kicsit a mostani helyzethez is. Két olyan fontos területen dolgoznak a mai vendégeim, amely gyerekekről szól, a gyerekek gyógyulásáról, kicsit a betegséggel való szembenézésről, és mindarról, hogy hogyan segíthetünk gyógyulni egymásnak is, és magunknak is. Kicsit beszéljetek nekem arról, hogy mi is az a fontos ügy, ami titeket a kórházakba vitt. Én a Piros Orbohoz Doktorok Alapítványnál dolgozom, pont számolgattam, hogy most már lassan 20 éve, Bohóc doktorként, és egészen véletlenül találtam rá erre az alapítványra, meg erre a munkára. Én ugye gyerekszínész voltam, és utána, amikor nem sikerült a felvételi a főiskolára, a színművészetire, akkor elmentem konduktornak, és mozgássérült gyerekekkel dolgoztam elég sok évig. Aztán visszaszippantott a színház, és akkor egy ilyen kétlaki lettem, hogy napközben gyerekek lábai között kúsztam, másztam, és segítettem nekik járni, este meg színházban játszottam. És ez egy idő után azért nagyon terhes volt, vagy én szétszakítottnak éreztem magam. És egyszer lementem a körútra sétálni, és szembe jött egy barátnőm, aki mondta, hogy éppen jön egy felvételiről, nem sikerült neki, Bohóc doktorok, és életemben nem hallottam ezt a szót, meg hogy létezik egy ilyen szakma, és elkezdett róla mesélni, és olyan volt nekem, mint egy hazaérkezés. Máig emlékszem, hogy a oktogon mellett állok, és rájövök, hogy megvan az, amit én keresek, hogy van átmenet a két munkám, a két énem között. Van egy olyan munka, ahol kell az én előadó művészeti énem, meg az én bolondos és nevetni szerető énem, és kell az egészségügyben kicsit járatos énem, meg az, hogy beteg gyerekekkel foglalkoztam, hogy szeretek közöttük lenni, hogy nem megsajnálom őket, hanem segíteni szeretnék, és egyszer csak összeállt, elmentem felvételizni, fölvettek, és aztán egy hosszú képzés után elkezdtem dolgozni, és máig olyan minden, mi bevetésnek hívjuk, amikor elmegyünk kórházakba párban, és máig olyan nekem minden bevetés, mint hogyha hazamennék, mint hogyha meg lenne az a helyem a világban, amiért én itt vagyok, meg amit én tudok hozzárakni a világhoz. Tíme, neked is azt hiszem, hogy egy kicsit kapcsolódott ez a hivatása a lányaidhoz. Kapcsolódott, igen. Én ugye koraszülött, újszülött intenzív osztályokon énekelek, gitározom, hál' Istennek nem egyedül, hanem Eszterékhez hasonlóan, mi is már többen vagyunk. És ahogy a lányaimhoz kapcsolódik, az talán az, hogy annak ellenére, hogy én nem éltem át a koraszülőségnek az élethelyzetét, de van egy fantasztikus Daniel Stern nevű úriember, egy pszichiáter, aki azt mondja, hogy az anyával új ember születik. Tehát olyan mélyen átdolgozza az embert az anyasága, és olyan erőforrásokra is lel magában, amire talán korábban nem is gondolt. És úgy kapcsolódik a lányaimhoz még az én munkám, hogy mindaz, amit szeretnék átadni, amikor egy édesanyának vagy egy édesapának át szeretném adni azt az üzenetet, ami egyébként a mi alapítványunknak a neve, hogy a te hangodat ismerem. Ezt az a 28 hetes kicsi koraszülött baba üzeni a szüleinek. Nem az én hangom a fontos, és nem is a gitár hangja a fontos. De egy nagyon mély krízisben megyünk oda a szülőkhöz, ahol talán még megszólalni is nehéz, nemhogy énekelni, hiszen elvesztették azt az elképzelt forgatókönyvet, amit ők a születésről és az egészséges, teljes várandóságról elképzeltek, talán óvodáskoruk óta, mert mi is mindannyian anyukák vagyunk, és az egy hosszú-hosszú folyamat, amíg érik bennünk az anyaság. Úgyhogy mindenestül az, hogy én is édesanya vagyok, természetesen hozzátesz a karakteremhez, a személyiségemhez, és ahhoz a munkához, amit én ott hétről hétre csinálok. Közben ez is eszembe jutott, hogy vajon a ti hivatásotokban mi az, ami megtanulható, memorizálható, mi az, amit csak saját magadból tudsz adni hozzá, és a saját talentumait szükségesek hozzá, és mi az, amit csak a tapasztalatok alapján, amit már ti megéltetek ebben a hivatásban,
tudtok elsajátítani, hogy lehet erről beszélni? Azt tudom, Tíme, hogy nálatok például, hogy valaki önkéntes legyen, elég kemény feltételeknek kell megfelelni. Igen. Hát sorolom. Egyrészt én magam sem tudtam, hogy fogok jelen lenni egy olyan közegben, amikor lélegeztetett, apró, pici emberek között vagyok. Egy intenzív osztályon. Körülbelül fél év volt, amíg stabilizálódott bennem az a helyzet, hogy én ezt újra és újra tudom úgy csinálni, hogy utána már nem sírok órákon át, vagy nem szorul a gyomrom, a torkom. Ezt fel kell vérteződni ezzel az erővel. Nem is tudok a módszertani tanfolyamon megtanítani, és természetesen csupa olyan kolléganőm jön, akinek van egy zenei előképzettsége, és azt szoktuk mondani, hogy a hangunkkal és a tekintetünkkel magabiztosan tudunk bánni. Legyen ez énekhang vagy beszédhang. Mert nekünk a hangunkkal kell megtartani valakit. Azért, mert azt szeretnénk, hogy ő a hangjával meg tudjon tartani egy másik valakit, aki a legfontosabb, azt az icipici babát. Nem az én feladatom megtartani, hanem az az ő feladata, de ahhoz, hogy ő meg tudjon erősödni, nekem kell előbb stabilitást adnom. Ez formálódik, érik az emberben. Még azt sem mondhatom, hogy feltétlenül életkorhoz kötött, mert tegnap egy olyan levelet kaptam egy 21 éves fiatal lánytól, aki nem régen csatlakozott hozzánk, de hát vannak ilyen fiatal lányok, akik, ő például Zsófi Tatabányán önkénteskedik, egyébként ő ápoló is, és 14 éves kora óta önkénteskedik már nagyon kemény helyzetekben. Ő például a Dunaalmási Református Szeretett otthonban, ahol felnőtt fogyatékos embereket gondoznak, rendszeresen önkénteskedik. Tehát az ő karaktere, az ő személyiség fejlődése, az valahogy úgy történt meg, hogy nagyon hosszú időn keresztül lehetősége volt arra, hogy figyelje önmagát, és nézze azt, hogy amit Eszter mondott, hogy hogyan tudok segíteni. Eszter, te hogy látod egyébként ugyanezt, hogy neked mi volt a legnagyobb kihívás, amikor először oda bekerültél? Képzeld, hogy nem az volt a legnagyobb kihívás, amikor először mentem, akkor viszonylag fiatalon, teljes lendülettel vetettem bele magam, és amit itt mondtam az elején is, meg te is megerősítetted, hogy azzal nekem sose volt gondom, talán a Pető Intézetben töltött sok évben miatt, hogyha bajban lévő gyereket vagy felnőttet látok, akkor soha nem a sajnálat az első, tehát egyszerűen nem úgy van bekötve az agyam, hanem rögtön azt keresem, hogy tudom kibillenteni, vagy hogy tudom jobbá tenni, vagy hogy tudok neki valami utat mutatni, amin ő önállóan meg tud valamit csinálni. Tehát mindig a tettvágy dominált bennem ilyen esetekben. Ezzel sosem volt bajom, a legnagyobb kihívás az sok évvel később, amikor anya lettem, akkor dobott meg engem, mert hát ugye te is mondod, hogy főként, tehát hogy a gyerek is ott van, de ott vannak a szülők, vagy ott van az anyuka esetetekben. Nálunk sokszor nagymama, szülő, apuka ott van teljes kétségbeesésbe, és ugye addig nem nagyon tudtam ezt a kétségbeesést átélni, láttam, ismertem, az ember, ha egy kicsit is empatikus, akkor tudja, hogy ott áll az ember a beteg gyereke ágya fölött tehetetlenül, akkor az borzasztó. De amikor megszületett a gyerekem, akkor ugyanúgy nem a gyerekekkel való kapcsolatot kellett újra tanulnom, hanem azt, hogy ne vigyen el az a tekintet, amit látok az anyukától az ágya fölött, mert az utolsó porcikámig átéreztem nagyon sok hónapon át, amíg pici volt a lányom. Aztán újra meg kellett ezt tanulni, hogy ne tudjon az úgy hatni rám, hogy ne működtessem az én bohócomat, és ne találjam meg azokat a pontokat, ahol ki tudom ebből billenteni. És aztán hát egyébként ebben is az segített, amikor sikerült néha változást elérni a szülőnél, és láttam, hogy a könyvben úszó szeme, vagy a görcsbe szorult keze az így egy kicsit kilazul, és már úgy hagyom ott, hogy tud a gyerekének segíteni. És akkor ezek az élmények ezt elsöpörték. Meg kell mondjam, hogy az én gyerekeim, gyorsan lekopogom, valahol nem voltak még kórházban,
szoktam mondani, hogy remélem én levettem ezt róluk, ezt a sok kórházba járással, ezt a terhet, de hát még mindig azért néha levegőt kell vennem, amikor meglátok egy teljesen kétségbe esett anyuka tekintetet. Ugye nálad nem csak a zene vagy a mesélés fontos tényező itt a segítségben, hanem a humor is. Hogy látod, a gyerekek nyitottabbak egy ilyen helyzetben is a humorra, mint a szülők? Abszolút, az a szlogenje az alapítványnak, hogy a nevetés gyógyít, és ez most már tökéletesen bizonyított, remélem, mindenki számára. Alapvetően szerintem nem korosztályfüggő, tehát gyerekből is van olyan, aki bezárkózik, és szülőből is van olyan, aki azonnal nyitott. Maga a bohóc, én erről órákig tudnék beszélni, ebből írtam a szakdolgozatomat annak idején, szerintem a bohóc az egy fantasztikus archetípus, tehát az, aki kimer mondani dolgokat, amiket senki más nem, kívül áll mindenféle struktúrán, hát ez egy kórházban már eleve gyógyító, hogy ebben a rendkívül hierarchikus rendszerbe beérkezik valaki, aki sehova nem sorolható be, aki lemagázza a takarítónőt, és kokettál az orvossal, és sehova nem lehet berakni semmilyen skatujába. És az, amit tapasztalok, és amit néha le kell győzni, hogy magára erre a bohóc fogalomra nagyon sok negatívum is rá tapadt az évek során, talán a cirkuszi bohócoktól, ami ugye teljesen más, tehát én nem szoktam mondani, hogy én nem, egészen más bohóc vagyok, mint aki cirkuszban ilyen hatalmas mozdulatokkal harsányan, és általában ugye az egymás bántásából, vagy a régi bohóc a cirkuszban, az fejbe csapja, meg segbe rúgja a másikat, ez nagyon távol áll a bohóc doktor karakterétől, de néha le kell győzni ezt az ellenállást a szülőkben, hogy meglátják, úristen, bohóc, a gyerek fél a bohóctól. A gyerek általában nem fél a bohóctól, de ha érzi a szülőn, hogy fél, akkor azt át fogja venni. És nagyon szép pillanatok vannak, amikor egy ilyen régen rárakott előítéletet így szépen le lehet simogatni. És mondom, nekem a legnagyobb élmény az mindig az, hogy ha úgy hagyom ott a gyereket is, meg a szülőt is, hogy utána már egymással tudják ezt folytatni, hogyha elvarázsoljuk a szobát valami mássá, mint ami egy ilyen ijesztő kórházi szoba, hogyha belakjuk, mint bohóc, akkor ott marad neki az az erdő, vagy az a játszótér, vagy az a mesevilág, amit mi oda varázsolunk, és akkor nem csak az alatt a 10 perc, 20 perc alatt tudunk gyógyítani, amíg ott vagyunk, hanem akkor az délután is hatni fog. Egyébként te magadnak kialakítottál esetleg tabu szavakat, vagy tabu témákat, amelyekről akár csak egy rossz tapasztalat miatt, vagy élmény miatt, de úgy határozol, hogy nem beszélsz? Képzeld el, hogy nekem a bohócságomban a legfelszabadítóbb, hogy nincsen semmilyen tabu. Egy ideig nekem maga a halál az például ijesztő volt, és hát ugye jártunk, meg van is ilyen élményem, hogy bekötődök egy gyerekhez, még kezdő bohócként azért többször előfordult, hogyha mondjuk az onkológiára rendszeresen bemegyünk, akkor ott elkezdem úgy megszeretni azt a gyereket, hogy aztán fáj az elvesztése. És voltam is úgy gyereknél, hogy lehetett tudni, hogy most már egy-két napon belül el fog menni. Ez az elején nehézséget jelentett, de iszonyatosan felszabadító volt azt megélni, hogy az is egy természetes dolog, azt is lehet humorral kezelni, ott is lehet segíteni, ahogy most, hogy már kétszer is átéltem a szülés meg a születésnek a csodáját, igazából nem olyan nagyon sokban különbözik a születés meg az elmenetel, és azóta, mióta ezt így bohócban megértettem, azóta Eszterként is jobban értem. Tehát nem igazán tabusítunk semmit, nyilván nem használok egy gyerekkórházba csúnya szavakat, meg nem is jön, tehát egy bohócnak a szájára igazából nem is kell odafigyelnem, mert nem jön, de szerintem nagyon gyógyító. És erre szoktam mondani, hogy mikor mondják, hogy hú, hát milyen fantasztikus ember vagy, remélem egy kicsit igen, de aki ezt csinálja, az biztos megerősített, hogy pont ezek a dolgok, amik így felszabadítanak, rám is visszahatnak, és én egészségesebben és boldogabban élek attól, hogy tudok bohóc lenni, attól, hogy tudok hatni, tudok segíteni, tudok gyógyítani lelkeket, testeket sajnos még nem annyira, és ettől én is jobban érzem magam, én is teljesebb életet érzek. Tehát, hogyha ez jól működik, akkor ebben nincs egy csak adás, hanem ez egy adáskapás és egy ilyen körforgalom. Most akkor mondta Eszter, hogy lelkeket, testeket még nem. Ti, mert én úgy tudom, hogy a ti zeneterápiás módszeretekről vannak kutatások is, hogy igenis fizikailag is befolyásolják a
Igen. Szervezetét a igen, babáknak és egyébként felnőtteknek is. Így van, pont az jutott eszembe, amit mondtál, hogy a nevetés gyógyít, hogy hát pszichoszomatika van, tehát ha a lelked gyógyítod, azzal a testet is gyógyítod. Igen, a zeneterápiás kutatásokból tudjuk, hogy a zene fantasztikusan, szépen és finoman tudja harmonizálni, úgy hívjuk ilyen szakszóval, hogy biológiai paramétereket, ugye, amiket mi intenzív osztályon dolgozunk, csak intenzív osztályon. Azt érdemes talán elmondani, ezeket úgy hívják, hogy perinatális intenzív centrumok, és ezek a PIC osztályok. Milyen érdekes, ugye, hogy magyarul azt mondjuk, hogy pici baba, és nekünk a picik azok a pici emberek, a legtörékenyebb kicsi emberi lények, akikben a legtöbb erőt, a legnagyobb alázatra tanítja az embert. Most is kiráz a hideg. Minden alkalommal, amikor ott vagyok abban azon az osztályon, ahol amiért én felelek, ezt élem át, hogy láthatom azt, hogy ő hogyan harmonizálódik, hogyan lesz jobban, hiszen a monitoron látom a pulzusát, látom az oxigén szaturációját, ugye az azt jelenti, hogy mennyire telített a vér oxigénnel. Látom, hogy milyen a légzése, hogy mennyire túlszapora a légzése, vagy szépen tudjuk harmonizálni ezeket a számokat. Ez nagyon fontos tudni, hogy akkor, amikor az ember egy kisbaba mellett intenzív osztályon van szülőként, amit mondtál, hogy mennyire azonosultál a szülőkkel, te is, én is. Szóval ez volt benne a legnehezebb, hogy nem tudtam, valljuk be, a kisbabák hasonlítanak egymáshoz. Ugye? Tehát nincs olyan karakterük, mint egy 4-5-6 éves gyermeknek, vagy akár egy fél évesnek. Fél éves gyermeknek már jobban látod. Persze, mi anyák láttuk az egynaposon, az egyóráson is. De hogy olyan erős emlék az, hogy az én lányaim picik voltak, nem voltak koraszülöttek, időre születtek, hál' Istennek nem kellett átélnünk ezt a krízist. De amikor én nem csak hogy először, hanem ahogy mondtam, az első hónapokban ott voltam, mindig őket láttam. Olyan mérhetetlen fájdalom volt látni ezt a fajta kiszolgáltatottságot. És miért vagyok ott? Amit mondtál, ugyanígy, hogy én januárban lesz 7. éve, hogy minden héten ott vagyok a koraszülött, újszülött intenzív osztályon. És tőlem is azt kérdezik, de ezt hogy lehet bírni? És hát úgy, hogy én annyit kapok, én magam töltődöm azáltal, hogy látom, hogy egy 800 grammos pici emberben mennyi erő van. Az mondhatatlan, az igazi erő az ott van. Az igazi erő, az igazi élni akarás, azt látni, hogy az élet, amit szoktunk mondani, az élet él és élni akar. És van, amikor úgy alakul, igen, hogy elveszítünk egy kicsi gyermeket. És akkor az egész osztályra nyilván, ahogy ti is megélitek ezeket a helyzeteket, mindannyiunkról szól. De mindig több olyan helyzetünk van, ami, és össze is köt bennünket. Mert emberi lényekként vagyunk ott. És azt látni, ők ugye nem tudják még elmondani, hogy én testemben is gyógyulok. Én most jobban leszek, én most mélyebben fogok aludni, erre is van egy rakáskutatás, és a mély álomban én jobban tudok gyógyulni. Az idegrendszerem jobban tud fejlődni, relaxáltabb állapotban vagyok, emiatt az immunrendszerem ügyesebb, stb. Tehát egyértelműen azt lehet mondani, hogy ha tudom így mondani magunkat, hogy a nevetés gyógyít, a zene gyógyít, ti is zenével is nagyon gyógyítotok. Mi ritkábban a nevetéssel, de egyébként hogyan aktiválódik, ugye mi zenei emlékeket kutatunk, azt mondhatom. Az jutott eszembe egyébként, hogy még a felnőtt is, hogyha stresszéri vagy fél, akkor elkezd dudorászni. Én például észrevettem magamon, hogy egy-két dalt dudolok, és ezek mind gyerekkori dalok. Olyan dalok, amivel nyilván engem is megnyugtatott valaki. Egyébként az is eszembe jutott, hogy te ugye foglalkozol, erről most kevés szó esik, mert főképp, bár azt mondod, hogy a szülő szerepébe beleéled magad, de hogy a szülő-gyerek kommunikáció az az igazi terület, egyik területed.
Arra gondoltam, hogy vajon anyaként ezt hogy élted meg? Hogy élted meg az első rádöbbenést, hogy ez nagyon fontos? Vagy hogy élted meg az első kihívást, ami neked is nehéz volt? Van ilyen emléked? A saját személyes életemben. A saját gyerekeiddel. Hát sok emlékem van. És nem tudom függetleníteni a saját édesanyámtól. És hát, anya, most elmondom. Szóval, hogy minden embernek az édesanyjával való kapcsolata nagyon, nagyon fontos. És az a támasz, az a támogatás, az a, nem is tudom, az a láthatatlan jelenlét, amit én akkor éreztem nagyon-nagyon aktívnak anyától, amikor megszületett az első lányom. És ezt nem lehetett tudni, én nem tudtam, hogy milyen lesz az, amikor mi hazamegyünk a kórházból. És igen, a családban hagyomány az, hogy, hogy ott szokott lenni egy újszülött mellett a nagymama az első héten, vagy mi úgy beszéltük meg, amíg Timi, te szeretnéd. És aztán, hogy, ez, hogy ott mi minden történik. Hogy amit mondasz, hogy ez a néhány dallam, az a néhány mozdulat, az a mondat, amiről egyébként azt mondják a pszichológusok, pszichiáterek, akik ezt kutatják, hogy elraktározzuk magunkban ezeket, ahogyan velünk bántak, ahogyan mi kaptuk a törődést. Ezért nagyon fontos, hogy én se tudtam, hogy ez így van, de ahogyan elkezdtem a saját lányommal foglalkozni, akkor néztem, hogy ez szinte anya, tehát hogy adom át azt, amit én is kaptam. Mondhatatlan nagy muníció volt. És akkor tudatosult, hogy én ezt hogy csinálom, hogy én ezt honnan tudom, hogy jönnek ezek a mozdulatok. Mi négyen vagyunk testvérek, és én vagyok a legnagyobb, a legidősebb, és láttam gyerekeket, tehát hogy ezek mind nagyon sokat segítettek, hogy nem az lányom volt az első újszülött, akit én életemben a kezemben tartok. Ez mostanában nem ritka. Nagyon sok olyan édesanyával találkozom, úgy alakult az élet. Tehát hogy akkor olyan nem fogott még gyermeke. Olyan történetet nem tudsz elmesélni, vagy akkor Eszter, téged is kérdezlek, amikor hát volt egy nehézséged a gyerekkel kapcsolatban, volt egy megoldandó problémád, és utána egy ilyen ráismerés, hogy hát igen, ezt próbálom másoknak is átadni, és ezt kéne nekem is. Dehogy nem. Hát nagyon sok. Persze. Mert egyébként nekem például van egy olyan történetem, és én azt gondolom, hogy a legnagyobb nehézségek azok mindig krízis helyzetben történnek. Lehet, hogy ez nem egy betegség, csak egy stresszes helyzet, vagy már egy régóta fennálló stressz helyzet. Ezt például nagyon nehéz szülőként átélni, hogy tudom, hogy a gyerekem mellett kell állnom, meg kell nyugtatnom, stabil pontnak kell lennem, de a szülő nem mindig áll stabilan. És nekem például van egy olyan történetem, hogy a középső lányom olyan óvodás lehetett, és egy nagyon nagy hisztit vágott le. Tényleg a föld összecsapta magát, és nem tudtam, hogy mit csináljak. Már próbáltam szép szóval elterni a figyelmét, már kiabáltam vele. És akkor eszembe jutott, hogy valahol olvastam, hogy szorosan magamhoz kell ölelnem. És akkor megöleltem, és az egy órás hiszti után megnyugodott körülbelül 2 perc alatt. És pár hét múlva, egy hétköznap este mentem haza, nagyon stresszes voltam, szokásos munkában lévő anyuka és otthon 3 gyerek szituáció. Otthon semmi nem úgy volt, ahogy gondoltam, az iskolás gyereknek nem volt kész a leckéje, a kicsit nem vitték el az edzésre, és hát nagyon ideges voltam, és hát elkezdtem hisztizni, hangosan beszéltem, mindenkit jól leszittam, és akkor ez a kis óvis lányom odajött hozzám, és szorosan megölelt. És ezt azért mondtam el, hogy mennyire tükörként viselkednek a gyerekek, mennyire rá tudnak döbbenteni, hogy az, amit fejben tudunk, és néha még alkalmazunk is, az mennyire nem zsigeri, ösztönös reakció. Volt ilyen élményetek? Vagy esetleg, hogyha nem volt, akkor hogy lehet erre az anyukákat megtanítani? Az egészen biztos, én most már 2 kamasz, egyik már egészen nagy kamasz lányt nevelek, és most látom igazán, hogy bármit is mond az ember, az fog hatni, amit csinálunk. Tehát én elég kicsik voltak, amikor egyedül maradtam velük, és most már nagyon sok éve egyedül nevelem őket, így 3-asban vagyunk,
És az a fajta, tehát most mondja a nagyobb lányom, hogy az a fajta kitartás, meg az, amikor az ember tényleg, hát amikor még kicsik, és az egyik jobbra szalad, a másik balra szalad, és egyedül kell mind a kettőt megoldani, meg azért elég gyorsan nekem is el kellett kezdeni valamiféle munkát végezni, hogy eltartsam magunkat. És az a kitartás, vagy az, amikor az ember nem adja föl, vagy amikor tényleg így földre rogy, mer egy kicsit sírni, de aztán föláll, az most olyan egyértelműen jön vissza a nagyobbtól, amikor kudarc élménye van, vagy amikor rossz kedve van, vagy hát ez az év, ez tele van számára kihívásokkal, már felvételizni fog gimnáziumba, és közben folyamatosan kimaradnak az iskolából, meg a kamasz életéből fontos pillanatok, és most már ő meg is fogalmazza nagyon sokszor, amikor, hát ennél szebbet én nem tudok elképzelni, amikor azt mondja, hogy hát te se adtad föl, én se fogom. Vagy amikor hazajön és sír, és azt mondja, hogy szabad megrogyni, és csak föl kell állni utána. És amikor az ember a saját mondatait, vagy a saját tetteit így visszalátja a gyerekén, az hát számomra ez egy varázslat, hogy biztos sok mindent jól csináltam, biztos sok mindent rosszul csináltam. Én nagyon sokszor kérdeztem meg magamtól a sok év folyamán, hogy jó anya vagyok-e, de ezekben a pillanatokban mindig azt gondolom, hogy végül is egy nagyon fontos dolgot már biztos sikerült átadnom, azt, hogy van ideje annak, amikor lerogy az ember, van ideje annak, amikor kicsit ott van lent, és mer egy kicsit gyenge lenni, de hogy utána mindig föl lehet állni, és hogy nincs olyan helyzet, ami nem megoldható. És ezt nagyon szerettem volna átadni nekik. Volt is hozzá életkörülmény, hogy ezt megmutassam, és most hát ez egy csodálatos élmény, hogy sikerült. Azt hiszem, aztán még nyilván ez egy élethosszig tartó példamutatás, vagy egy élethosszig tartó munka, hogy ezt még azért a felnőtt életében is lesznek pillanatok, amikor ezt így emlékeztetni kell rá, hogy van ilyen, de aztán megyünk tovább. De például ez a 2020-as éve szerintem egy óriási tanítómester. Egyébként vannak erre technikák, tehát hogy most itt gondolhatunk arra is, amikor mondjuk egy két hete beteg gyerek ágya mellett ül a szülő, és én magamról tudom, hogy az van, hogy az elején még erősek vagyunk nagyon. Most már le fog menni a láza, ezt mondta az orvos is, de amikor meg még utána sem megy, és még utána sincs változás, akkor jönnek a félelmek, hogy biztos valami más baja van. Nem tudunk ezzel megküzdeni, és én akkor stabilnak kell mutatkozni a gyerek felé. De egyébként beszélhetünk tényleg a mostani járványügyi helyzetről is, hogy egy csomó veszteséget élünk át, a hétköznapi veszteségektől kezdve az igazi, akár halálesetekig. Hogy lehet így erősnek mutatkozni? Persze nyilván gyengének is, azt is meg kell mutatnunk, hogy néha az ember elgyengül, de azért végül is mégiscsak mi vagyunk az erős vár. Azt kérdezted, hogy vannak-e technikák? És hogy amikor elhúzódik egy krízis, az nagyon fontos, hogy soha ne legyen tabu számunkra az, hogy kimondjuk, hogy ebben elfáradtunk, hogy kimondjuk azt, hogy bizony én félek, hogy föl tudjak valakit hívni. Felnőttként stabilnak kell látszódnunk persze, de nem, a gyerekek átlátnak a szitán. Soha senki nem tudja a gyerekeket becsapni, mert az van, amit mondasz, hogy tükrök. Ezernyi kis antennáikkal érzékelik a világot. Az a kérdés, hogy van-e, már pedig van, tehát ha nem vagyunk kórházi helyzetekben is, ugye reményt szeretnénk mutatni, és akkor azokban a borzasztó nehéz helyzetekben, amiket Eszterék meg mi is sajnos olykor át kell élnünk, azokban a helyzetekben is a legfontosabb, hogy nem hazudunk. Senkinek nem hazudunk. Nincs tabu. Hanem azt mondjuk, hogy el vagyok keseredve. Olyan nehéz ez nekem, és ezt el tudom mondani valakinek. Persze, hogy nem a 4 éves kislányomnak mondom el, akinek 2 hete nem megy le a láza. De kérdés még, hogy mi minden van, mert ha ugye itt az kell, a technika. És mi van még, amikor ott van egy kisbaba, és kétségben vagyunk esve, és látjuk a szülőkön, hogy kétségben vannak esve, én sokszor szoktam ezt a technikát alkalmazni egyébként, hogy de látom, milyen szép színe van, olyan rózsás, jó ránézni. Tegnap még olyan sátapattabbnak láttam, vagy nem tegnap, a múlt héten, amikor találkoztunk. Igen, hát most egy picit kell újra ez az antibiotikum, de látom, milyen ügyesen lélegzik már. Tehát, hogy az a technika, hogy tudatosan, és ezt szóval muszáj tudatosítani a technikákat. Az a technika, hogy tudatosítom, hogy fókuszálok arra, ami erőforrást ad.
Fókuszálok arra, hogy nem kellett kórházba kerülnünk, hogy hála Istennek reggelizett, hogy meg tudta inni a teácskáját, és látom azt, hogy igen, ez most egy nehezebb periódus. És vissza tudok emlékezni, amit mondtál az előbb a saját életedről, Eszter. Nekem is 16 és 18 évesek a lányaim, és bizony voltak már az életben letérdelések természetesen. És akkor ilyenkor felnőttként, szülőként arra kell gondolnom, hogy és mi mindenen túl vagyunk, és mi mindent újraépítettünk már. És amikor volt egy nehézség, abból is ki tudtunk jönni, és ki fogunk jönni ebből is, de ez most nekem nehéz. És beleengedem magamat, ahogy mondod, hogy mi ugyanígy, tehát még szakemberként is ugyanez történik. Ezért fontos, ugye mi szupervízióba járunk, megbeszéljük egymással szakemberek is, és tapasztaltabb szakemberek segítenek bennünket abban, hogy hogyan tudunk a kríziseinken átvergődni, átevickélni, hogyan tudom azt úgy megélni, hogy épülök belőle, megint csak tudatosítsam magamban, fejlődni, csak krízisben tudok. A jóban nem fejlődöm. Jó? Tehát, hogy ez olyan, hogy igen, minden olyan helyzet, ami erőpróba elé állít az életben. Úgy hívjuk a pszichológiában, hogy trauma növekedés egyébként. Hogy átélem, de olyan erőforrásokhoz nyúlok, amiről nem is tudtam, hogy bennem van. Amikor anyává válunk, akkor én például nem tudtam, és sose felejtem el, hogy a férjem így rám nézett, és azt mondta, hogy te ezt hogy bírod? És nem tudom, hogy bírom, de minden édesanyja bírja. Egyikünk sem alszik hónapokon át, és másnap megfőzi az ebédet, és mindannyian csináljuk. Azt hiszem, valahogy így vagyunk összerakva, hogy segít bennünket, ez nyilván egy hormonális, teljes átalakulás is. De bírjuk, és meg tudjuk csinálni. És akkor, amikor pedig elsodor bennünket, ugye mondtad az előbb is, hogy összeegyeztetni a munkámat, és a családomat, és a gyerekeimet, és ugye az ember sokszor azt érzi anyaként, hogy nem elég jó anya, nem tudott annyit odafigyelni, stb. Én is hányszor éreztem ezt, a mai napig érzem. És a mai napig tudom, és nem tudok szakemberként jelen lenni a saját családomban. Ott én vagyok jelen. Esendő, türelmetlen, fáradt anyaként, akinek vannak barátai, akit föl lehet hívni, hogy jaj, milyen napom volt, elmondhatom. És nem hazudom azt, hogy én erős vagyok és kőszikla vagyok, hanem kimondom, hogy nagyon elgyengültem. Kimondom, hogy megbántottak, hogy csalódott vagyok, stb. Az jutott eszembe, hogy a biztonságot, ugye mondtad, hogy biztonság, mi vagyunk mégiscsak, aki biztonságot nyújt a gyereknek, hogy én azt hiszem, hogy a biztonságot nem az erőnk, meg ha mindig erősnek mutatkozunk, az adja. Én biztosan látom a gyerekeimen, hogy amikor merek gyenge lenni, amikor merek tanácstalan lenni, amikor merem megmondani, hogy fogalmam nincs erről a megoldásról, majd együtt megtaláljuk, akkor az sokkal nagyobb biztonság nekik, mint hogyha mindig azt mutatnám, hogy én kompetens vagyok, én erős vagyok, én sose rogyok meg, én nem szoktam sírni, én nem szoktam hisztizni. Nálam türelmetlenebb ember nagyon kevés van a világban. Ezt ők látják, ahogy én ezzel küzdök, és más biztonságot nem tudok nekik mutatni, mint hogy én nagyon türelmetlen vagyok, de nagyon erősen tudok azon dolgozni, hogy ki tudjak várni dolgokat, vagy itt van most az advent, ez nekem az egyetlen olyan időszak, amikor szeretem magát a várakozást. Egyébként tényleg nem tudom elviselni magát azt, hogy nem minden azonnal történik meg. Nem is akarom magam olyannak mutatni előttük, és azt hiszem, hogy ez egy nagy biztonságot nyújt nekik, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok, látják az esendőségemet, de látják az erőmet is, és ők is önazonos emberek lesznek, remélem, az életükben, akik majd nem akarnak másmilyennek látszani mások előtt, mint amilyenek valójában. Mert hogy tudják, hogy nagyon szerethetők, remélem, hogy ezt elég sokat jelzem nekik, hogy úgy, ahogy vannak jók, a rosszaságokkal meg a jóságokkal együtt, miután bennem is vannak mindezek. Tehát azt hiszem, hogy a biztonságot talán ez az igazi és fölvállalt önazonosság adja meg a gyerekeknek. Én abban sosem hittem igazán, hogy muszáj tartanom mindig magam, vagy muszáj mindig olyan erőket mutatnom, amik nincsenek bennem. Egyébként bocsánat. Csak azt akartam még hozzátenni, hogy ez a mostani helyzet egyébként neked, mint előadó művészként különösen is nehéz. De nagyon sok olyan család van, ahol a szülőknek most nagyon nehéz, és nem csak a konfliktus helyzetekben vagy a napi kis csatákban kell erősnek mutatkozni, hanem
azért mégiscsak családok egzisztenciája is egy picit most kockán forog. Ez egy egészen új helyzet. Ebben hogyan lehet? Hát azért ebben csak erősnek kell mutatkozni. Én azt hiszem, hogy azt mondják a szakemberek is, hogy azért egy gyereknek olyan szinten, különösen egy, mondjuk egy óvodáskorúnak, vagy egy kisiskolásnak nem nagyon jó átérezni azt, hogy mondjuk egy családi egzisztencia nem erős éppen. Tehát, hogy itt mi a jó taktika? Mert nyilván azt el lehet mondani, hogy most bizonyos dolgokat nem lehet megtenni. Az jut eszembe, hogy nekem is volt. Tehát ez a krízis, ez ami március óta van, ez az én személyes egzisztenciámra is hatással volt. És már megint arról azt mondom, hogy fontos, hogy lássam magamban, tudjam, hogy ki vagyok, és nekem eszembe jutottak a nagymamáim. Hogy mi a csodát csinált a nagymama? Hát mi csinált? Bármilyen helyzetből megteremtette azt a biztonságot, ami a gyerekeinek kellett. Amikor a nagypapák hadifogságban voltak, amikor föl kellett nevelni a gyerekeket. Ebben az országban a háborús nagymamák, teljesen mindegy, hogy milyen okból, de hihetetlen erőforrásokat mozdítottak meg. És ha zsíros kenyeret ettek, akkor zsíros kenyeret ettek. De ha megterítünk hozzá, nem tartunk itt, hál' Istennek. Tehát remélem, hogy azért nagyon sok család valamilyen módon megértette azt, hogy lehet, hogy vissza kell húzódni. Lehet, hogy nem tudunk olyan dolgokat megengedni magunknak, mint amihez hozzászoktunk. Már megint egy krízis. De fejlődni tudunk benne. Például meg lehet enni egy paprikás krumplit is terített asztalnál. Meg szalvétával, meg talpas pohárból iszunk hozzá szörpöt. Tehát, hogy lehet, hogy nem olyan dolgokat engedhetünk meg magunknak, vagy nem oda megyünk nyaralni. Mert talán onnan nem kell elővenni, ami van, ahonnan eddig nem vettük elő. Tehát, hogy például a régi történeteket, a régi meséket, amire eddig nem is volt idő. És most hirtelen egy valami lett, ami addig nagyon nem volt, talán idő egy picit több, nem? Hát ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy a meséket, hogy akkor, amikor mi azt hiszük, hogy nincs, legalábbis én így érzem, hogy akkor, amikor azt gondoljuk, hogy rohanunk egyik helyről a másikra, és különböző dolgokat szeretnénk még megszerezni, meg eljutni, meg megcsinálni, akkor kiderül, hogy igaziból, ami engem megtart, az vagy egy mese, vagy egy dal, vagy egy vers, és emlékezzetek rá, hogy a régi emberek mennyi memoritert tudtak. És egy nagyon nehéz történetet láttam a lányaimmal, talán 2 éve voltam a Recski táborban, megnéztük. Azt hittem, hogy még kicsik hozzá, de mondom, itt vagyunk a Mátrában, olyan nincs, hogy ne menjünk el és ne nézzük meg. És teljes megdöbbenésemre nagyon sokáig voltunk ott, és olvasták némán a történeteket. És sose felejtem el, Faludi György leírja, hogy úgy éltük túl, hogy angolul szavaltuk Shakespeare-t. És mondtuk, és minden, ami én vagyok, amiről tudnom kell, hogyha a fene-fené teszik is, ez bennem van. Azt nem lehet megvenni a boltban. Sem a mesét, sem a dalt, sem a tekintetet, sem a minőségi időt. Az nem pénzért adják. És amit mondasz, hogy most van idő rá, és az nagyon fontos az az üzenet, mert hiszen az ti is azért vagytok ott a kórházban, azok nehéz helyzetek, mikor egy gyermek beteg. Mi is nagyon nehéz helyzetekben vagyunk, és ott kiderül, hogy amiből föl tudunk épülni, mi személyesen, az, hogy oda nyúlok a saját szúnyadó erőforrásaimhoz, emlékekhez. Eszter, te ezt most csináltad is a karanténmesékkel. Igen, azt hiszem, hogy most így mondtad, és végig az volt bennem, hogy milyen iszonyatosan fontos a művészet, a mese, a zene, a dal, pont az, amitől most el vannak szakítva az emberek, és talán még fontosabb az, hogy valamilyen úton, módon eljutassuk ezt a gyerekekhez, meg a szülőkhöz. Amit mondtál, hogy még tavasszal, körülbelül 2 nappal azután, hogy bejelentették, hogy akkor teljes zárlat van, elkezdtem egy ilyen karanténmeséket csinálni. Tulajdonképpen az első gondolatom az volt, hogy hát most nem lehetnek koncertek, akkor legalább így online tudjuk a muzsikánkat
meg a meséinket, meg az én kedvenc meséimet el tudja mondani a gyerekeknek, meg eljusson hozzájuk a zene. De aztán körülbelül egy hónap múlva rájöttem, hogy engem is ez tart össze. Tehát azok a pár órák, amikor leültem, és szemben a kamerával elmerültem egy könyvben, vagy egy mesében, előszedtem azokat a régi mesekönyveimet, amiket 10-15 éve egyáltalán nem láttam, és visszamentem egy kicsit gyerekbe, az nekem magamnak is adott egy nagy biztonságot, és adott egy ilyen megtartó erőt, hogy ezek itt vannak, ezek a történetek, csak az ember a nagy rohanásban elfelejti. És egyébként számomra is meglepő nagy siker volt, írtak szülők, hogy azt mondja a gyerek, hogy már 5-kor várja, hogy akkor 7-kor jön a mese, meg voltak nagyobb gyerekek, akik már így maguk írtak vissza a YouTube-on a link alá, hogy ez nagyon jó mese volt, de azért legközelebb ilyen legyen, tehát megmozgatta őket, és lett egy olyan ilyen virtuális háló, hogy azt éreztem, hogy ugyan nem találkozhatok a közönségemmel, ez ilyen nagy szó, de tényleg, amikor az ember előtt ott van 100-150 gyerek, akkor azt érzem, hogy ők most az én csapatom, és én is az ők vagyok, és együtt vagyunk. Ez iszonyúan hiányzott nekem a karanténban, és azért így virtuálisan, meg így online meg lehetett élni. És egy idő után beszálltak a gyerekeim is, ez megint amiről beszéltünk, hogy ilyen minta, hogy azt látták, hogy akkor ők is nagyon unatkoznak otthon, ők is félnek, ők is bizonytalanságban vannak, el vannak szakítva a legjobb barátaiktól, nem ugyanaz egy kamaszlánynak, hogyha videót csetel a telefonján, mint hogyha megölelgetheti, meg puszilgathatja a barátnőjét. És azt látták, hogy én ezt olyan módon küzdöm le, hogy megpróbálok történetekbe, zenékbe beburkolózni, és ezt átadom a többi gyereknek is. És egy idő után beszálltak, meg kerestek nekem mesét, meg kisebbik beszállt furulyázni az egyik dalba, akkor hozta a nagyobbik nekem, hogy ezt a dalt mindenképpen csináld meg. És lett egy ilyen megküzdési mechanizmusuk nekik is, aminek nagyon örülök, mert ez nekem is egy újdonság volt, hát most mindenki tapogatózik. Én fogalmam nem volt, hogy fogom túlélni azt. Nem is csak anyagilag is nyilván most egy elképzelhetetlen helyzetben vagyunk, de hogy nekem mentálisan is borzasztó nehéz volt az, hogy amit én jól tudok csinálni, amit szeretek, azt most nem csinálhatom. Én biztosan egy középrossz áruföltöltő lennék a Tesco-ban, de ezt elég jól csinálom évek óta, és ezzel tudok adni. Tehát ezt szeretem csinálni, és hát nagyon kellett keresgélni az utakat, az alternatív megoldásokat, megtanultam hangot vágni, videót vágni, és most így utólag, bár most megint megyünk ebbe bele, de most így utólag nagyon hálás vagyok azért, hogy ezeket a skilleket megszereztem, hogy tudom, hogy van egy ilyen biztonságom, hogy ez bármikor működhet akkor is, amikor az élet visszatér a normális kerékvágásba. Bár most persze nem e felé megyünk, úgyhogy pont tegnap elhatároztam, hogy akkor én ezt most újraindítom, mert hát megint egy csomó gyerek van otthon, meg ki tudja, hogy még mik lesznek, és azt hiszem megint nagyon nagy szükség van arra, hogy így, ahogy így beszéltél, végig ez lüktetett bennem, hogy az élő hang, a dalok, a zene, a történetek ereje, amit nem annyira használunk. Tehát most már a kultúra az leginkább egy ilyen fölöltözöm szépen, és elmegyek. Pont ezt akartam mondani, hogy igazából a végső cél, és talán annak ellenére, hogy ebből éltek nektek, és ez a legfontosabb, hogy igazán visszaköltözön a család, a zene, a mese, a családba a zene, meg a mese. És hogy ehhez nagyon jó lépés az, hogy a karantén meséket megnézik a gyerekek, de hogyan lehet bátorítani a szülőket, hogy igenis merjenek leülni, mesélni, énekelni, együtt rajzolni, együtt alkotni. Na, ez egy érdekes. Ez nagy kihívás. Bocsánat, csak te biztos tapasztaltad szintén, én amikor régen ilyen zenés foglalkozásokat tartottam gyerekeknek, akkor mindig az volt, hogy leültek az anyukák, a kis csecsemő, vagy egyéves, vagy kétéves gyerekkel az örükbe, hogy akkor tessék, énekelj nekem. És mindig nagyon meglepődtek, amikor azt mondtam, hogy nem, együtt fogunk énekelni nekik, de én nem tudok. És hogy ez milyen végtelenül szomorú, hogy egy egész nemzedék él úgy, hogy azt hiszi, hogy ő nem tud énekelni, és amikor nagy nehezen megértik, hogy hát az ő hangja, ha hamis lesz, akkor is a leggyönyörűbb lesz a gyerekének, és az ő hangjára van szükség, akkor mindig így kivirágoznak, hogy nekem azt mondta az énektanár, hogy nem tudok énekelni, de mégis ez biztos, hogy te is tapasztaltad. Nekem rengeteg ilyen tapasztalatom van, tehát, hogy sokkal-sokkal több, azt mondhatom, hogy 10 édesanyából 7 azt gondolja, hogy ő nem fog énekelni, azt gondolja, hogy neki csúnya a hangja, és elmondanak történeteket, különböző gyerekkori történeteket, amikor őket arra intették, hogy maradj csöndbe. Mert hamis vagy, mert nem szép, stb. Úgyhogy most szeretném megerősíteni minden felnőttben, aki gyermekeket nevel, akár pedagógusként, akár szülőként, hogy
Soha nem mondják azt egy gyereknek, hogy ne énekelj. Soha nem mondják. Nem tudják, hogy mekkora bajt követnek el. És aki pedig mesél, és énekel, és verset mond, és gesztenyebabákat farag, az pedig tudatosítsa, hogy ezzel egy jövendő szülőt vértesz föl, egy olyan fantasztikus kincsestárral, amivel még az ő unokáinak is lelki muníciót fog adni. És az történik, hogy ilyenkor egyébként, amikor én is tartottam nagyon sokáig, több mint 10 évig csoportos kisgyermekkori zenei neveléssel foglalkoztam, és rengeteg ilyen történetem van, hogy hogyan lehet felszabadítani a gátlásokat. Csoportban könnyebb, mert ott mindig van azért valaki, aki mer énekelni. És ugye ugyanúgy, mint ahogy hogy egyszer csak már az én hangom úgyse hallatszik, hát akkor megpróbálom. Na de amikor ott vagyunk az inkubátor mellett, akkor ez nehezebb. És természetes, hogy nehezebb. És akkor azt tudnám üzenni az édesanyáknak, édesapáknak ugyanígy. Jaj, van egy gyönyörű történetem, amikor ott derült ki édesapáról, hogy ő hány dalt tud. És ránézett az anyuka, és azt mondta, te ezt honnan tudod? És akkor ott megbeszélték, hogy hát nekem ez nagy énekelte ezt. De hogy ez? És ott a család, hogy hogyan formálódik. Kutassuk azt, hogy én hogyan érzem magamat ebben a helyzetben. Miért idegesít engem, hogy mesélni kell? Mert van ilyen is. Érezzem át, miért utálom, hogy ilyen sokáig kell ezt csinálnom? Unalmas számomra? És egyébként nincs ezzel semmi baj. Vannak tipikus válaszok, ki. Mert olyan mindentudóan, sejtelmesen kérdezted. Az első, amikor én odaülök egy édesanya mellé, és először is megkérdezem, hogy tehát bemutatkozom, elmondom, hogy mi áradban vagyok, és megkérdezem tőle, hogy ha engedélyt ad, és ha szeretné ezt az egészet, hogy én leüljek melléjük énekelni, és van hozzá kedve, akkor megkérdezem, hogy is mi legyen az első dal. Mit énekeljek a Balázsnak, vagy a Borókának, vagy bárkinek, az ő kicsi gyermekének. És akkor többen mondják azt, hogy nem tudom, ami természetesen abból is jöhet, hogy hát ez egy őrületes helyzet, hát mit keresek én ott egy gitárral, meg hát hogy van ez az egész, meg egyébként is nagy a baj, tehát erre nem olyan könnyű válaszolni. Hogy szoktam kívánni, amikor ő nem tudja, akkor azt gondolom még mindig, hogy annyira fontos legyen, hogy ő válassza ki az első dalt. És szoktam mondani 3 dalt egyébként, az egyik a Bobita, a másik a Tavaszi szél, a harmadik a Vuk. Mert hogy ezeket a dalokat szokták ismerni az emberek. Van benne névdal is, van benne Vörös Sándor, irodalmi értékű is, és van benne egy rajzfilmsláger is. És akkor abból, ahogy ő mit választ, abból én körülbelül már érzem, hogy hogyan tudok hozzá kapcsolódni. Én mind a 3-at nagyon szívesen elénekelem. És ugyan a mozertani tanfolyamunkon is minden kollégámnak mondom, hogy szeretnénk a kodály jelveket képviselni, na de nem minden áron. Tehát ott, ahol az első feladatunk az, hogy az édesanyja, édesapa és a gyermek közötti kapcsolat a zene segítségével jöjjön létre, ott ne én mondjam meg, hogy mit szabad énekelni, még mit nem. És sose fogom elfelejteni azt az anyukát, aki a Meseautó című filmslágerből énekelte, mert a nagymama ezt énekelte. És én nem is tudtam a szövegét, de boldogan kísértem őt gitárral, és ő énekelt, és aktivizálódott benne minden emlék, és nem tudom elmondani, hogy ez milyen erőt adott, és hogy mennyire fontos. Tehát mindenki, aki énekel a gyerekeknek, verset mond a gyerekeknek, egész életre szóló üzenetet és értéket ad, és hogyha ha számomra felnőttként furcsa, diszkomfortos, nem szeretem magamat benne, akkor egy picit kutakodnom kell, hogy ez miért van így. És nincs azzal semmi baj, ha azt mondom, hogy ezt is sokszor hallom, ezt a mondatot, hogy nekem nem énekelt senki. Mondtam, semmi baj, akkor majd most énekelünk.
és aztán ebből is jönnek gyönyörű történetek. És akkor ő fölépíti önmagának azt a másik világot, amiben ő már viszont énekel a kisbabájának. Csak mondtad, hogy csodálkozva néznek, hogy mit keresel ott, hiszen nagy a baj, hogy számomra ez például mindig egy ilyen meglepő tapasztalás, hogy az emberek bajban alapvetően nem tudják, hogy oda lehet fordulni egy dalhoz, egy meséhez. Engem nagyon sok helyzetben mentettek meg, József Attilát mormolok magam előtt az utcán, és megyek, és néha hülyének is néznek, de rendbe rakja a fejembe, meg a lelkembe a dolgokat, hogyha, amit mondtál, hogy memoriterek, hogy van a fejemben egy csomó kapaszkodó vers, amihez tudok nyúlni, vagy egy csomó dal, vagy talán az egyetlen helyzet, amiben az emberek mondjuk szokták ezt, hogyha mennek az autóban egyedül, és akkor ki. Én nagyon sokszor használom ezt levezetésnek, hogy bekapcsolok nagyon hangosan valami olyan zenét, persze, amit szeretek, és üvöltve énekelek, és kiintegetek a szomszéd autónak a piros lámpánál, hogyha csodálkozva néz rám. De hogy szerintem ez is egy nagyon nagy tanulás, hogy lehet ezekhez fordulni, hogy a szavaknak ereje van. Én, hogyha elolvasok egy mesét, akkor maguktól, a szavaktól, magától az egész beszédnek a ritmusától is már sokkal komfortosabban érzem magam, kimegy a feszültségnek a nagy része. Ha énekelünk, óriási levegőket veszünk, jön ki a hangunk, az egy csodálatos élmény, és átmos, áttisztít, és ezt mindenki tudja használni, csak valahogy ez szerintem nincsen benne az alaptudásunkban. Ahogy régen például benne volt, hogy ültek a tábortűz körül, vagy ahogy a fonóban, mindenki alapvetően elkezdett énekelni, és senkinek nem volt fura, hogy morzsoljuk a kukoricát, és közben énekelünk, az lett volna fura, hogyha némán ülnek. Ez egy ilyen ősi tudás volt, hogy az jó lesik. Úgy érzem, hogy adtunk egy kis erőt Adventre. Azoknak is, akik akár betegséggel, vagy beteg gyerekkel fogják tölteni ezt az időszakot, azoknak is, akiknek csak nehéz lesz a várakozás éppen a járványhelyzet miatt. És szerintem mindenkit bátoríthatunk, hogy énekeljen, meséljen, játszon, és ne csak a gyerekek kedvéért, hanem magáért is. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek ma. Mi is köszönjük. Mihály Ende, Momó. Bármennyi a barátja is valakinek, mindig akadt köztük egy-egy, aki a többinél kedvesebb. Momó is így volt vele. Utcaseprő Beppo az amfiteátrum közelében lakott egy viskóban, amit maga eszkábált össze téglából, hullámlemez darabokból és tetőkátrányból. Némelyik ember úgy vélte, hogy Beppo nem egészen éppeszű. Azért, mert az utcaseprő a kérdésekre mindig barátságosan mosolygott, de választ nem adott. Gondolkodott. S ha úgy találta, hogy a válasz fölösleges, hallgatott. Ha úgy találta, hogy szükséges, akkor gondolkodott előbb a válaszon. Előfordult, hogy egy-két óra kellett neki, volt, hogy egy egész nap, mire a választ kimondta. A kérdező persze közben megfeledkezett róla, mit kérdezett, s csak ámult Beppo szavain. Egyedül Momó tudta kivárni, s értette is meg, mit mond Beppo. Tudta, az utcaseprő azért gondolkodik annyit, hogy mindig igazat válaszolhasson. Mert az volt a véleménye, a világ minden szerencsétlensége a sok hazugságból származik, a szándékos hazugságból, meg a nem szándékosból is, amit csak sietségünkben, hebehúrgyaságunkban követünk el. Beppo szerette a napkelte előtti órákat. A város olyankor még aludt. Szerette a munkáját, és alapossággal végezte. Tudta, hogy nagyon fontos munka. Söpörte az utcát, lassan söpörte, de megállás nélkül. Minden lépésnél lélegzetvétel, minden lélegzetvételnél söprés. Lépés, lélegzetvétel, söprés. Közben néha azért kicsit megállt, s elgondolkodva maga elé nézett. Aztán megint tovább. Lépés, lélegzetvétel, söprés. Ahogy így megfontoltan haladt, előtte a piszkos utca, háta mögött a tiszta, gyakran nagy gondolatai támadtak. De szóba alig foglalható gondolatok voltak, nehezen meghatározhatók, akár csak bizonyos illatok, amikre még épp hogy emlékezünk, vagy színek, amiktől szép volt az álmunk. Munka után, ha ott üldögélt Momónál, elmagyarázta a kislánynak a nagy gondolatait. És mivel Momó a maga módján hallgatta az utcaseprőnek, megoldódott a nyelve, és megtalálta a megfelelő szavakat. Látod, Momó, mondta aztán úgy példaképpen, ez így van. Az ember előtt néha egy hosszú utca van. Azt gondolná, szörnyen hosszú, ennek sose ér a végére, gondolná. Egy ideig hallgatagon maga elé nézett, majd folytatta.
Aztán elkezdi az ember, iparkodik, és egyre jobban iparkodik. Ahányszor fölnéz, látja, nem lesz kevesebb, ami előtte van. Még jobban nekiveselkedik, félni kezd, végül a szuflája is elfogy, nem bírja tovább. Az utca meg még mindig ott van előtte. Így nem szabad csinálni. Gondolkodott egy sort, aztán tovább beszélt. Sose szabad egyszerre az egész utcára gondolni, érted? Csak a következő lépésre kell gondolni, a következő lélegzetvételre, a következő söprűvonásra, aztán megint mindig csak a következőre. Megint megállt, töprengett, aztán hozzátette. Akkor örömöt okoz. Ez fontos, mert akkor végzi az ember jól a dolgát, és így is kell, hogy legyen. Ismét hosszú szünet, majd folytatás. Egyszer csak észrevesszük, hogy lépésről lépésre végigértünk az utcán. Észre se vettük, a szuflánk se maradt ki. Bólintott magának, és azt mondta befejezésül. Ez fontos.